türelem és tűrés. Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél, jobb a tűrő, hogy nem a kevély. Prédikátor 7:8. Ha Salamon valami csoda folytán eljöhetne Magyarországra, nagyot nézne. Látná, hogy mennyire nem tudnak türelmesek lenni az emberek. Nem szeretünk sorba állni, nincs idő a fejfájásra, hirdeti a reklám, de nincs türelem az udvarláshoz, a gyermekleveléshez, a betegek ápolásához és nagyon sok mindenhez. A Jelenések könyve, amely az utolsó napokba enged betekinteni, a 14. fejezet 12-ben arról ír, hogy Isten szentjeit, kiválasztottjait a békességes tűrés is jellemezni fogja. A Biblia nagy embereit a türelem jellemezte. Ábrahám évtizedekig várt a megígért gyermek születésére. Mózes elviselte népe morgolódását, zúgolódását. József az elárultatást és a börtönt. Dávid több évtizedet várt, míg király lehetett. Folytathatnám a sort. Mi volt a türelem alapja? A hit. Amit Isten megígért, azt meg is valósítja. Lehet, hogy nem bízol eléggé Istenben, amikor türelmetlen vagy, nem mered az életed az ő kezébe hagyni, mert hát, ha kiejt. Ha hitünk arra fókuszálna, hogy Isten mindent a maga idejében és jól intéz, akkor a türelem és a tűrés sokkal inkább jellemezne minket. Amikor Jézus vihart enged az életedbe, ezzel azt kérdezi, bízol-e bennem?